Lazányi Orsi vagyok, a Kargonómiának a társ alapítója. Várnagy szavina vagyok, építész és szabadidőn kertész. Egy évvel ezelőtt hoztuk létre ezt a közösségi kertet a Sashegyen, melyhez egy ö, együttműködés útján jutottunk hozzá. Célunk az, hogy valódi közösségként ö, működjünk ebben együtt, ö, a kert gondozása során, azaz nincsenek külön parcellák, hanem minden döntést közösen hozunk, meg közösen dolgozunk, és utána a megtermett javakat is közösen osztjuk el, és fogyasztjuk el. És a tavalyi évnek év sikerének köszönhetően szerettük volna kibővíteni a csapatunkat idén, hogy minél több ember férhessen hozzá és utantosson hozzá ehhez a, ehhez a fantasztikus élményhez, és minél többen tanulhassanak arról, hogy hogyan kell élelmiszer termelni. Ezt azonban a, a koronavírus miatt erről le kellett mondanunk, és itt csak a, a legközelebbi barátainkkal és a rokonainkkal folytatjuk a kertészkedést. De az látszik egyébként, hogy mennyire fontos ebben az időszakban a zöldben lenni, a növényeket gondozni, hiszen ez egy iszonyúan feltöltő, feltöltő tevékenység. Főleg úgy, hogy a munkavilága most nagyon nagyon lelassult, és, és nekünk is több időnk van itt a kertben lenni, és mert most látjuk, hogy mennyi mindent meg lehet termelni egy ilyen viszonylag kis helyen is járvány szerintem olyan kérdéseket hozott most a felszínre, amikre eddig a, a, társadalom nagy része nem akart, vagy nem tudott válaszokat találni, és ilyen kérdéseket feltenni, például, hogy mi, mik a fontos dolgok a, az életben, mik a prioritásaink itt a városban is, például, hogy még egy több autót szeretnénk, még legyen még egy több parkolóhely, ennyi, ennyi betonfelületre van szükségünk, vagy inkább olyan, olyan zöld terekre, ahol, a, ahol az emberek kapcsolódni tudnak a természethez, megtermelni a vacsorára valót, és nem utolsó sorban esetleg a természet más élőlénye is helyet kaphatnának ebben a rendszerben.